Andrés, úgy hagytad el most a pályát, hogy nagyon ráztad a fejed. Ezek szerint nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna ez a lövés most? Hát nem, sajnos elébeztem egy könnyű korongot, ami ráadásul típusom is, tehát szeretem ezt a típust lőni. Hát kicsit, ugye tegnap előtt fújt a szél, amikor megnéztem, másképp repült a korong. Sajnos kicsit hamarabb ide kellett volna érnem, hogy megnézzem alaposabban, hogy mit csinál a korong, mert kilőttem a pályájába. Sajnos ez ilyen hajszálokon múlik. Most szél nincs, viszont a nagy meleg az megmaradt. Nyilván mindenkinek adott ez a körülmény, ez téged ilyenkor akár a koncentrációban mennyire vesz vissza? Nekem szerencsém van abban, hogy nagyon kemény kondim van, és engem se a hideg, se a meleg nem szokott zavarni egyáltalán. Maximum izzadunk egy kicsit, de hát ez abból is adódik, hogy ilyenkor megiszunk 6-7 liter vizet egy nap. Mert a hidratáció az megöli a koncentráció, de a dehidratáció megöli a koncentráció. Szóval abban a pillanatban, ahogy dehidratált, az agyműködés megáll. Hogyan szoktad magad felkészíteni ilyen versenyek előtt mentálisan? Hát ez jó kérdés. Amikor fiatalabb voltam, akkor erre több energiát tudtam fordítani, mert amikor még junior voltam és a szüleim viselték a terheket, az más idő volt, most már két céggel vagyok vezető, és nem mindig marad időm a megfelelő mentális felkészülésre, mert ez egy tökéletes sport arra, ami tükrözi a jelenlegi mentális állapotot. Mennyire nehéz ez a pálya? Azt gondolom, hogy abszolút helytáll egy világbajnokság színvonalának. Nagyon a maga a szervezés is fantasztikus, és a pályaállításba se tudok belekötni semmilyen szinten. Szerintem nagyon komoly lett. Mennyire követted ilyenkor az ellenfeleket, hogy velük is versenyzel ilyenkor, vagy igazából az a cél, hogy saját magadat legyőzzed? Én soha nem szoktam versenyezni az ellenfeleimmel. Én mindig magamnak lövök, és a végén megmondják, hogy elég vagy nem elég. Mivel lennél elégedett a VB-nek a végén? Hát voltam már világbajnok többször is. Nyilván mindig ez a cél, nagyon maximalista vagyok, szóval általában mindig a maximum elégszem csak mindenben az életben. Van egy nyomás rajtad most, itt az egyik kollégám mondta, hogy azért esélyes vagy. Ilyen szempontból érzel-e nyomást magadon? Igen, persze, hogy érzek, de imádom a nyomást. Egész életemben adrenalin hajhász voltam. Szóval a nyomás nélkül megőrülök, tehát nekem az kell. Neked teher alatt van a pálma, ahogy mondják. Így van. Szuper mondás, köszönjük, és sok sikert. Én is köszönöm. Köszönjük.